Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Sziasztok, itt a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 klasszikus zenei kávézója, szokás szerint Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. A mai adás vendége pedig Hámori Máté, karmester, az Óbudai Danubia zenekar zenéigazgatója. Szervusz Máté, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, köszönöm. És hadd kezdjek rögtön egy olyan kérdéssel, tulajdonképpen nem, visszamegyek még sokkal korábbra, mint ahogy szerettem volna kérdezni, mert nem is olyan régen volt egy koncertetek a Műpában, amit nem te didigáltál, viszont én szeretném, hogy egy kicsit besinél a kezdetekről, ez mégiscsak egy portré műsor, hogyan kerültél a zenek közelébe, hogyan lettél karmester? A zenek közelébe igazából az édesapám miatt kerültem, aki zongorázott otthon, teljesen autodidakta módon, és jazz zongorázott általában, úgyhogy én is természetesen kisgyerekként, ahogy ez lenni szokott, megpróbáltam utánozni azt, amit ő játszik. És aztán elég sokáig húzódott ez a dolog, mire hívtak hozzám először egy tangóharmonikást hívtak, hogy tanítson meg zongorázni, akkor az annyira nem működött, vagyis egy darabig úgy elbénáztunk, és aztán beirattak zeneiskolába, és a dolgok így elszabadultak, nem tudom, ott elkezdtem zenét szerezni, és akkor a konziba felvételiztem, vagy hát elmentem a Kocsár Micu bácsihoz, hogy hallgasson meg, és meghallgatott, és akkor felvételiztem, felvettek, és így a dolgok így szépen eszkalálódtak, és akkor eljutottam oda, hogy 18 évesen azon gondolkodtam, hogy zeneszerző legyek, vagy zongorista, ez a kettő volt így opció. És akkor a Vásári Tamás az ilyen családi jó barát volt, és meghallgatott, és ő mondta, ez persze egy vicces sztori, mert két élő, hogy hát egyik se legyek, hanem legyek karmester, mert ahogy ő engem megnéz, én annak való vagyok. Ezt lehetséges, hogy azért mondta, mert annyira szörnyen zongoráztam, hogy és annyira rossz zenét írtam, hogy gondolta, hogy ezzel csinálom a legkisebb kárt, mert ugye nem szól a pálca, de talán nem, vagy nem tudom. De minden esetre hallgattam rá, és akkor pont 18 éves voltam, és akkor csak erre az egy szakra adtam be a Zeneakadémiára, és szerencsésen felvettek, úgyhogy azóta pedig ezt csinálom. Erről mondjuk eszembe jut az a vicc, hogy a nyúl és a kígyó találkozik. Nem tudom, a hallgatók ismerik el a következő viccet. A kígyó végig tapogatja a nyulat, hosszú fül, kis kezek, ez a nyúl. A nyúl végig tapogatja a kígyót, se füle, se keze, ez a karmester. De hát ez nem feltétlenül igaz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon fontos karmesterként az, hogy valamiféle hangszeres képzést kapjál előtte, és nyilván a karmester szakon is hangszerrel is kell foglalkoznotok. Ez egy mindig nagyon-nagyon furcsa és érdekes helyzet, hogy mennyire kell ismerned minden egyes hangszert ahhoz, hogy aztán tudjál bánni a zenészeiddel. Erre van egy nagyon aranyos történet, volt a Fritz Busch nevű nagyon, nagyon jó karmester, Dresdai Szemperoperben vezényelt sokáig, és állítólag ő az összes hangszeren meg tudta mutatni, amit kért. Ezt nem tudom, hogy ez mennyire hiteles ez a sztori, de alapvetően azt gondolom, hogy nem kell, hogy játszon minden hangszeren. Én is tanultam egy picit kürtölni, meg tanultam hegedülni már felnőtt fejjel, hogy azért valami a kezemben legyen, meg a számnál legyen. De az az igazság, hogy nyilván az elméleti alapokat meg kell tanulni, de ugye az évek alatt, mint az egész karmesterséghez nagyon sok-sok-sok év kell. Tehát a Karajánféle szállóégében azért elég sok igazság van. Tehát, hogy sok-sok év kell, amíg látod, hogy küszködik az a szerencsétlen trombitás, mikkel küszködik, mi a baj a hegedűsnek, mitől fájdul meg a keze, milyen passzázsoknál mi történik. Tehát, hogy tapasztalni kell, látni kell, és akkor ez egy ilyen 10-20-30 év alatt eljuthat az ember talán oda, hogy a hangszerekkel és a hangszerek technikájával van egy olyan intim viszonya, anélkül, hogy játszana rajtuk, ami elegendő. Tehát úgy elegendő, hogy nem nagyon kell több. Elegődöm, vagy sem, én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan karmester van, aki tényleg a hegedűtől a harsonáig mindenféle hangszeren játszana, még akkor is, hogyha a 19. században, amikor egyáltalán az, hogy valaki karmester legyen, úgy igazából komolyan felmerült, azért nagyon gyakori volt, hogy komoly hangszeres művészek, több hangszeren játszó hangszeres művészek lettek karmesterek. Most viszont hallgassunk egy zenét, mi legyen az első zene, amit meghallgatunk?
Hát legyen egy zongora mű, pont azért, mert hogy a karmesterekről kezdtünk el ilyen vadul beszélgetni, de igazából nekem a zongora a legközelebbi, és Alfred Cortot legyen, játsszon egy kis Chopint, abban talán a többihez képest is még csillagívűbb, amit csinált. Folytatódik a Capriccio, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, szokás szerint Zsoldos Dávidot és Novotnyi Annát halljátok. A mai vendégünk Hámori Máté karmester, az Óbudai Danubia zenekar zenei vezetője. Ott tartottunk éppen, hogy a karmesterség mellett tetted le a boksodat, a pálcádat. Mesélj egy kicsit a zenekarról. Hogy kezdődött a közös munkátok? Hát a Danubia zenekarral 13-ban dolgoztam először, nem először, de akkor indult a mostani közös munkánk, amikor az Erkel Színházban, ott a Hunyadi Lászlót vezényeltem egy hosszabb sorozatban, és akkor volt egy ilyen szisztéma, hogy hívtak kisegítő zenekarokat is az opera zenekar mellé, mert nagyon sok volt az előadás, és az egyik ilyen zenekar a Danubia volt, és ők játszották a Hunyadit. És akkor az Árokban találkoztunk, ami ugye nekik is egy szokatlan helyszín volt tulajdonképpen,
És ott elég jól sikerült a közös munka, úgyhogy amikor ez lement az a sorozat, egy pár hónapra rá megkeresett Ács Péter, aki a vezető, vagy az ügyvezetője a zenekarnak, most már jó sok éve, és ő megkérdezte, hogy nem volna kedvem valamit kezdeni itt a zenekarnál, vagy érdekelne esetleg ez a dolog. És hát mivel én mindig is saját zenekart akartam, illetve alapítottam is egy saját zenekart még a Zeneakadémia alatt, tehát én ebben látom így a karmesteri munkának a legmagasabb szintjét, nem feltétlenül abban, hogy az ember utazgat jobbnál jobb zenekarokhoz, aznak is megvan a szépsége, de igazán szakmai kihívást és nagy szakmai táblatot a saját zenekar jelent, úgyhogy nem sokat gondolkodtam, ráadásul a Danubia zenekar nagyon kiváló zenekar volt, tehát tulajdonképpen onnantól, hogy Héja Domokos megalapította, tényleg nagyon jó embereket válogatott bele, és ez egy olyan titkos favorit zenekar volt mindig, voltak nehezebb időszakai, de az erők azok nagyon jók voltak, tehát volt benne potenciál, úgyhogy akkor kezdtük a közös munkát, és hát ez most már 8 éve volt, és azóta így próbáljuk egyre magasabbra tenni a lécet, amennyire ez lehetséges. Bevallom, nekem van egy kis generációs elköteleződésem is a Danubia zenekar felé, hiszen körülbelül akkor alakult azokból a zenekadémistákból, amikor én is végeztem, körülbelül Domossal egy évben, vagy talán egy évvel később, és tényleg fantasztikus az út, amit megtett ez a zenekar az elmúlt, lassan bele sem erre gondolni, de tényleg 2 évtized alatt. Most, hogy tavaly ugye beütött ez a vírus mizéria, és azért nagyon átírta a hangverseny életet, és ahogy egy szimfonikus zenekar dolgozni tud. Ti kijöttetek egy új honlappal, ezzel az Út a zenéhez című honlappal, utazenéhez.hu. Máté, mi inspirálta ezt az ötletet, és mit lehet itt találni? Hát a Covid inspirálta, meg az a helyzet, amiben találtuk magunkat, hogy itt vagyunk tele energiával, ötlettel, lehetőséggel, és nem tudunk eljutni a közönségünkhöz, vagy nagyon nehéz eljutni a közönségünkhöz. És akkor gondoltam, hogy ezt a bizonyos digitális ugrást, amiről az élet különböző területein állandóan szó van, ezt akkor most próbáljuk meglépni, és hozzunk létre egy olyan oldalt, ami egy picit rendhagyó, mert nem egy sima klasszikus zenei videó megosztó, hanem az benne a pláne, hogy 40 kategória ilyen hívószó köré vannak csoportosítva ezek a videók, amik fél percestől a másfél órás koncertig terjedő hosszúságúak, és akkor ilyen hívószavak vannak, hogy lélek, hogy chill, hogy noir, hogy mit tudom, tehát hogy olyasmik, amik egy valamilyen lámpát bekapcsolnak az ember agyában, és ehhez kapcsolódó zenéket raktunk ahhoz a kategóriához. Tehát nagyon hasonló mondjuk egy sima stream oldalhoz, egy Netflixhez, vagy nem tudom, egy HBO-hoz a dolognak a felosztása. Csak klasszikus zenével, illetve a pedagógiai tartalmainkat, meg az én online énekóráimat is ide föltettük, és most már több mint 500 videó van fönt, és ugye ez folyamatosan bővül. Úgyhogy igazából az volt a cél, hogy olyanokhoz is eljussunk, akinek most, ha kiírom, hogy Beethoven 5. szimfónia, vagy akár azt, hogy Sosztakovics 4. szimfónia, nem sokat mond neki, és lehet, hogy el is riasztom ezzel. Egy picit más oldalról a zene érzelmi tartalma felől próbáltuk megközelíteni ezt az egészet, hát ha bevonódhat az ember, és hát valóban megnézel egy rövidebb részletet, és tetszik, akkor ott van egy olyan gomb, hogy az egész videót akár, vagy az egész művet meg akarom nézni, vagy a hasonló videókat a Spotify algoritmusához hasonlóan dobja ki neked, tehát ami tetszett, amit tovább néztél, olyasmiket fogsz kapni a következőben is. Ha meg lehet kérdezni, ez mennyire lett népszerű, hiszen rengeteg stream videót el lehet írni a neten, hogyha egy pár számot tudnám mondani, hogy hány előfizetőtök van, vagy hány videót néztek meg eddig? Igen, ugye volt ennek egy fél éves ingyenes verziója, aztán ugye egy elég merész üzleti döntéssel, vagy hogy mondjam, egy kicsit ilyen következetes üzleti döntéssel fizetőssé tettük ezt a dolgot. Nem egy horror összeg, de mondjuk, ha a stream szolgáltatók mellé rakod, és azt mondod, hogy ez csak klasszikus zene, azért némi elköteleződést igényel ez a 990 forintos havidíj is. Nagyságrendileg 4000 regisztrálónk van, de ebből előfizető az lényegesen kevesebb, tehát az nagyjából 100 körül, aki most jelenleg előfizető. Az az igazság, hogy a dolognak az egyik nehéz felét megcsináltuk a fejlesztést, ami gyakorlatilag egy éven keresztül nyúló fejlesztés volt. Eléggé költséges és nagy erőbefektetést igénylő, egy nagyon jó fiatal csapatot találtunk, akik ebben rendkívül kreatívak voltak. Viszont van egy másik nehéz fele, az a marketing. A körülbelül marketingre ugyanannyit kéne költeni, mint fejlesztésre, ahhoz, hogy egy ilyen oldal
be tudjon indulni, és még csak nem is, hogy rentábilissá tudjon válni, de mondjuk évek alatt behozza rá költött pénzt. Ez még hiányzik, mert ugye közben a Covid lehetővé tett, vagy a Covid helyzet, hogy elinduljon az élet, és mi elindultunk az élő koncertekkel, tehát az energiáink azért most erősen megosztanak az online fórumunk és a fizikális fórumaink között. De ott van a tarsolyban, hogy egy komolyabb marketing kampányt mögé fogunk tenni, és reméljük, hogy akkor az előfizetőinket is tudjuk növelni. Illetve van ennek egy leágazása, egy oktatási platform, aminek az a cím, hogy Énekút, amit az utóbbi fél évben, 3-4 évben fejlesztettünk ki, ami pedig iskoláknak szól, tehát a közoktatásban az énekórákhoz nyújt egy olyan segítséget, hogy konkrét óravázatokat készítettünk az énektanároknak, ezeknek a videóknak a segítségével, amit most tesztelnek az országban nagyon sok iskolában, tényleg mindenfele, vidéken és Budapesten egyaránt, és jövőre szeretnénk, ha ez országossá válna. De ez a két platform összekapcsolódik bizonyos szempontból, és hosszú távon szerintem az egyik a másikat erősítheti, tehát hogy itt biztos, hogy még sok munka vár ránk. Mielőtt ezzel a témával tovább megyünk, mert nekem is lenne még ehhez kérdésem, hallgassunk zenét. Mit hallgassunk meg? Ugye említettem Sostakovicsot, hallgassunk egy kis Sostakovicsot, hát ha elriasztjuk a hallgatókat, de nem egyébként Sostakovics 4. szimfóniátból hallgassunk egy rövid részletet. Ez egy elég tüzes, pörgős zene, ráadásul Magyarországon mi mutattuk be először. Thank you.
Capriccio. A Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Sziasztok, folytatódik a Capriccio itt a Klasszik Rádió 92.1-en Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával. Hámori Mátét faggatjuk, az Óbudai Danubia zenekar zeneigazgatóját, karmesterét. A digitális téma most szerintem fontosabb, mint valaha, és azt láttam, nyilván nem titok, hogy ezt az elég nagy nézettségű élő közvetítések csoportot moderáltam, és azt láttam, hogy olyan együttesek kerültek középpontba, akikről amúgy sokan nem is hallottak. Egyszerűen azért, mert nagyon gyorsan reagáltak, és nagyon gyorsan elkezdtek digitális tartalmakat fejleszteni. Miközben olyan intézmények, akik sokkal ismertebbek a normál színházba vagy koncertre járó létben, kicsit elaludtak ezzel az egész digitalizálással. Hogy mentek ezzel tovább? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos megtartani ezt az online létet. De szerintem sokan ilyenkor azt mondják, hogy jó, most megint elindult a COVID utáni világ, hagyjuk. Igaz, hogy hát ugye a COVID utáni világ az nem az, mint a COVID előtti világ, tehát azt már bőven lehet érezni, hogy ez egy teljesen másik világ. Több okból a COVID itt csak az egyik szempont, vagy az egyik ok. Én azt gondolom, hogy a kettő dolog, tehát akik későn indultak el, én is beszéltem színházigazgatókkal is, akik mondták, hogy hát ők nem fognak streamálni, hát ez egy szörnyűség, és így nem működik, és két hónapra rá már streameltek, illetve stúdiót építettek. Tehát, hogy
a helyzet az, hogy nem nagyon volt választási lehetőség itt az elmúlt időszakban, viszont az egy nagyon nagy kérdés, és jó kérdés, hogy ezt hogy visszük tovább, és hogy tudja erősíteni az egyik a másikat, mert én hiszek abban egyébként, sokan például nálunk is a közönségszervezés először is retteget attól, hogy akkor a fizikális koncertjeinket online közvetítjük. Mi az összes koncertünket közvetítjük, a Zeneakadémia és a BMC-s koncertjeinket is a saját oldalunkon, fizetős tartalomként, de hogy akkor úristen nem fognak jegyet venni. Én meg pont fordítva gondolom, én azt gondolom, hogy az egyik megnyit egy olyan ablakot, tehát az online megnyit egy olyan ablakot, ahol egy csomó olyan emberrel találkozunk, aki egyébként a fizikális tér közelében nem jött volna, és adott esetben, ha sikerül egy brandet ügyesen és jól felépíteni, és vonzóvá tenni az online térben, akkor ennek a piramisnek a csúcsán az van, hogy az illető eljön a koncertre. Ez egy sokkal szélesebb alapot tud ez a piramis biztosítani, mint a fizikális koncert. Tehát én a lehetőséget látom benne, amellett, hogy természetesen az online koncert közvetítés nem tudja azt, mint az élő. Tehát, hogy ezt ki kell jelenteni, hogy ez egy két külön kávéház, de ha jól csináljuk, és ügyes ennek az egésznek a felépítése, és meg tudunk szólítani olyan rétegeket, akiket egy teljes koncerttel nem tudná megszólítani, hogy 5000-ért vegyél jegyet, és gyere el két órára, utazással együtt 3 óra az életedből, este öltöz fel szépen. Tehát ez kizárt dolog. Valami másra meg tudjuk őket szólítani, bizonyos formátumokkal, vagy bizonyos tartalmakkal, és hogyha az ő fejükben ez a brand egy kicsit elkezd épülni, akkor nem tartom kizártnak, hogy eljuthatunk oda, hogy egy viszonylag szélesebb réteg, akár évi 1-2 alkalommal eljön egy fizikális koncertre is. Nem lesz ezekből egy heti koncertlátogató feltétlenül, de be tudjuk hozni, és ez egy nagyon jelentős réteg egyébként, pont a Klasszik Rádióval közös koncertjeinken látom, aki egy évben egyszer jön, de minden évben jön, és költ rá, és szívesen jön. Tehát, hogy ezt a réteget kell szerintem bővíteni, és ebből a rétegből fog kiszelektálódni az, aki már bérletet is fog venni a Zeneakadémiára. Igen, én is hasonlóképpen látom, ez egy komplementer termék, és nem egy konkurens termék. Az online koncert és az élő koncert az másnak szól, aki nem tud eljutni mondjuk Sátorral helyről egy klasszikus zenei hangversenyre, aznap este napi alternatívát lehet, autózás nélküli alternatívát. Itt a nagy kérdés persze az, hogy az ingyenes kínálat az nem nyomja el majd teljesen a fizetős kínálatot, és lesz ennek egy alternatív ökoszisztémája, de ez egy másik és sokkal hosszabb kérdés, talán egy másik adás is. Hadd kérdezem inkább azt, ami egy nagyon közeli változásnak az eredménye, hogy új gazdája, új fenntartója lett a zenekarnak, vagy lesz a zenekarnak proforma közeljövőben, egy alapítványba kerül. Mesélj erről az átalakulásról, mi volt ennek az oka, és mi a célja, haszna, értelme? Ugye az nem titok, hogy mi az Óbudai Önkormányzat tulajdonában álltunk, mint nagyon sok színházhoz és zenekarhoz hasonlóan mi önkormányzati fenntartású zenekar voltunk, ami gyakorlatban azt jelentette, hogy az éves költségvetésünknek egy X százalékát az önkormányzat adta, Y százalékát, jellemzően nagyobb százalékát pedig az állam, a minisztériumon keresztül. Na most ez az X összeg, ez az utóbbi években egy viszonylag szép százalékról lecsökkent nullára a tavalyi évben, tehát 0 forinttal járult hozzá az önkormányzat a mi működésünkhöz. Meg sokféle oka van, ez most nem annyira érdekes, ezt szerintem hallgatók számára. A lényeg az, hogy az összes fenntartó jogot az önkormányzat gyakorolta úgy, hogy gyakorlatilag nem adott egy fillért se bele. Na most ennek azért nagyon sok hátránya volt, tehát a fenntartó korlátlan jogokkal rendelkezik, nagyon sok mindenbe beleszólhat, nagyon sok mindent számon kért, iszonyatosan megnehezítette sokszor az adminisztrációt az, hogy az önkormányzat tulajdonában vagyunk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk függetlenedni. Magyarországon nem túl bevett gyakorlat az, hogy egy zenekar sem állami, sem önkormányzati tulajdonban nincs, vagy egy színház akár. Ugyanakkor nálunk ugye az történt, hogy mivel nullára csökkent le az elmúlt évben az önkormányzat által számunkra biztosított finanszírozás, viszont az összes fenntartó és tulajdonosi jogot gyakorolta az önkormányzat, ami azt jelentette, hogy az adminisztrációnk ez hihetetlenül magas volt, emiatt sokszor egy picit túlzó elvárások,
polgármesteri engedélyhez volt kötve 100 000 forint fölött minden kifizetés, ami azért egy 500 millió forintos költségvetéssel rendelkező együttesnél egy kicsit életszerűtlen. Sok minden volt, ami megnehezítette az életünket, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk függetlenedni, és egy picit távolabb lépni mind az államtól, mind az önkormányzattól. Most ehhez sikerült forrást szereznünk, illetve ezt a forrást az Útazenéhez Alapítvány szerezte, amit mi alapítottunk, és aminek Prőle Gergely egyébként a kuratórium elnöke. És az alapítvány pályázott mind a zenekar megvételére, mind pedig a próbatermünk megvételére, amit éppen most újítunk föl, és ezt sikeresen megállapodtunk az önkormányzattal, illetve az alapítvány megállapodott az önkormányzattal, úgyhogy tulajdonképpen idén ősztől, illetve most téltől mi vagyunk a harmadik olyan zenekar Magyarországon, aki sem állami, sem önkormányzati tulajdonban nincs. Én bízom benne, hogy ez a fajta függetlenség, amit ez az alapítvány működés biztosít, ez még több lehetőséget biztosít nekünk, mint ami eddig volt, mert azért hozzátartozik, hogy ezek a struktúrák, ezek az önkormányzati tulajdonú struktúrák azért elég sok esetben megkötötték a működésünknek a kereteit. Sok sikert kívánok az új felálláshoz. Mi legyen a következő zene, amit meghallgatunk? A következő legyen egy Britten részlet. Az első Britten mű, amit vezényeltem az operaházban, volt a Lucrezia meggyalázása, egy gyönyörű szép opera, ebből egy rövid részletet. Thank you.
Folytatódik a Capriccio a Klasszik Rádió 92.1-en Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával. Mai vendégünk Hámori Máté karmester, az Óbodai Danubia zenekar zenei vezetője. Britain-től hallottatok egy gyönyörű részletet, a Lucrezia meggyalázásából, szerintem ez is Klasszik Rádiós premier volt. Nagyon nehéz tervezni nyilván évadot, legalábbis itt Németországban naponta írjuk újra a művészeti titkárságon, még csak az elkövetkezendő hónapokat is, de hogy utána mi lesz, azt nem tudjuk. Ti hogy álltok a következő évadotokkal, és egyáltalán mit várhatunk most a Covid időszak után? Ez nagyon aktuális kérdés, mert mielőtt itt most elkezdtük volna ezt a beszélgetést, én pont az évad tervezésben vagyok, így ezekben a napokban, és ez mindig egy hihetetlen izgalmas, elnyúló folyamat. Mi abszolút tervezünk, és azt gondolom, hogy úgy tervezünk, mintha minden rendben volna, tehát a szokásos bérleti sorozatainkkal olyan értelemben szokásos, hogy 8 zeneakadémiai, 6 BMC-s koncert az, ami fix, és ugye ezen felül van még egy csomó apróbb, nagyobb dolog. Alapvetően én így az évek alatt repertoárt próbálok építeni, de a mi repertoár építésünknek az a specialitása, hogy nagyon-nagyon sok idő telik el az újrajátszások között. Tehát egy elég széles repertoárt építünk, viszont egy nagyon rendhagyó repertoárt. Tehát egy csomó olyan szerző, aki egyébként állistás szerző, de Magyarországon hátrébb van, tehát mondjuk Sibelius, Stravinsky, akár Ligetit is ide, tehát a kortársnak, illetve a modernnek a 20. század végi részét, Utoslavski, akiket azért nem nagyon játszanak Magyarországon, de egyébként a világban, például Németországban, egyébként nagyban Simon Rattle működésének köszönhetően ezeket a szerzőket folyamatosan műsoron tartják. Úgy értem a Simon Rattle-nek a berlini tevékenységének következtében. Illetve nagyon sok új, tehát élő szerzőt is játszunk, például Abrahamsen, aki jövőre lesz 70 éves, és neki is csinálunk Magyarország bemutatót. Nagyon sok Adész művet dirigálok, és játszunk a zenekarral. Szerintem mi vagyunk Adésznak a legelhivatottabb magyar előadói, talán a Koncerto Budapest mellett, akik szintén nagyon sok Adészt játszanak, és egyébként az ő műsorpolitikájuk is rendkívül merész, és nagyon izgalmas. Na, ezt a fajta izgalmas műsorpolitikát visszük tovább. És persze mindig egy nehéz kérdés, hogy mivel ijeszted el a közönséget, mivel tartod meg a közönséget, mivel tudsz új közönséget behozni, sőt, hát a vendégművészeknél is azért nagyon nagy rugalmasság kell, hogy az én műsorötleteimet valaki cson nélkül elfogadja, nem is mindig szokták elfogadni cson nélkül, úgyhogy azért bebe kerül egy Csajkovszki szimfónia, és ami persze nagyon kell és nagyon fontos, de azért nem a nyitány zongora verseny szimfónia háromszögbe gondolkodunk alapvetően, és én azt látom, hogy a közönségünk, illetve meg ránk talált az a közönség, akinek ez izgalmas, és akinek ez kell. Igen, az tagadhatatlan, hogy azon zenekarok közé tartoztok, akik nagyon tudatosan felvállalják a kortárs művek bemutatását és műsora tűzését. Pár nappal ezelőtt egy koreai ősbemutatót hallottunk a MIPA-ban, talán 2-3 hete csak, hogy Zombola Péter nagyszobású és szenzációs passiója, egy egész nagy félidős mű hangzott el. Hogyan találod meg ezeket a műveket? Hogyan választod ki őket? Ugye, hát természetesen én se ismerek mindent, tehát a Google a barátom, meg a YouTube a barátom, meg vannak bizonyos elsősorban angol vagy német újságok vagy szerzők, mondjuk Tom Service-t a Guardian-tól szoktam olvasni, akinek még korábbi sorozatai vannak, nagyon izgalmasan összeszedi azt. Tehát ahol még létezik zenei újságírás, és nem akarok senkit megsérteni, de ahol mondjuk nagyobb hagyományú zenei újságírás létezik, mint Magyarországon, ott azért vannak komoly újságírók, akik foglalkoznak ezzel a témával, hogy kik az izgalmas új szerzők. Őket érdemes olvasni, meg figyelni, és hát mindig belebotlik az ember a csodákba, tehát például nem olyan régen Maxim Risanov volt a vendégkarmesterünk, és ő neki egy misszima, ő például elfogadta a műsorjavaslatomat, és hihetetlen jó fej volt és bátor volt. Hát ott például két kortárs női szerzőt is játszottunk, Dorina Tabakovát, amely művet egyébként a Risanovnak komponálta a Tabakova, és Missima Zolit, egy amerikai fiatal zeneszerzőnőt, akiről nem is nagyon hallottak még szerintem itthon, tehát ez is magyar bemutató volt. Baromi izgalmas zeneszerzők vannak, és őket úgy érdemes bemutatni. Tehát én nagyon szeretek így kutakodni, meg felfedezni új embereket, új szerzőket.
Hát igen, nem csak az újságírás hiánya egy probléma, hanem az is, hogy nagyon sokan nem olvasnak idegen nyelven, például német és angol és francia szakirodalmat, de hát ez egy másik adás témája, vagy adáson kívül. Máté, lassan lejár az adásidőnk, mi nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek, és még nagyon sok szép koncertet, és hát kellemes ünnepeket is, és azt szeretnénk kérni, hogy egy utolsó zenét konferálj fel, esetleg Adéztól, ha már ennyit beszéltünk róla. Hát Adéztól kell mondanom, akkor én az Azilát mondanám, csak hogy népszerűbbet mondjak Adészon belül, és az Extatico tételt, ami gyakorlatilag egy tökéletesen megkomponált diszkótétel nagy zenekarra, úgyhogy, és iszonyatos élvezet előadni egyébként, mint a legtöbb Adész művet baromi jó játszani, és arra nagyon büszke vagyok egyébként, hogy ezt az örömöt, meg ezt az élvezetet még a zenekarnak is sikerült idővel átadnom. Az első próbán nem ezt szokták érezni, de a koncert után mindig azt mondja, hogy fú, ez tök jó volt, és ilyet még csináljunk. Kortárs zenei diszkóval búcsúzunk tőletek Tomás Adész egyik művével. Hámori Mátét hallottátok, Novotny Annát és Oldos Dávidot rajta kívül. Sziasztok, gyertek jövő héten is!